Hello internet népe! Üdv mindenkinek, itt megint a Sámán beszél. És a Lada Délpestből felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy ugorj ki hozzánk, van egy olyan autónk, ami nagyon friss még, és mutasd meg kérlek szépen a követőknek, és kérdezd meg a véleményüket róla. Én pedig így tettem, eljöttem hozzátok, és megmutatom nektek mind a Lada Délpestet, ahol tök jó fejek voltak, mint pedig ezt az autót, amit úgy hívnak, hogy Lada Vesta SV Cross. Ugye tavaly már volt egy új Lada, őt Vestának hívják, és a Lada Vesta gyakorlatilag úgy is mutatkozott be, mint a Lada új arca. A Lada Vestán keresztül indult meg valami, ami a szemléletváltást mutatja a Ladánál, hogy kidobálták a régi alapokra épített Grantát, és már nem is emlékszem, mi volt a másik. Szóval kidobálták őket, és mostantól már csak a Vesta van, és a Vestára épülő újdonságok, és nagyon kellett már nekik az, hogy legyen végre másik modell, mint az egyébként Sedan Vesta, amelyről elmondom nektek, ez egyik legnézettebb videóm, megtaláljátok a YouTube csatornán, és ha már ott jártok, iratkozzatok is fel. Szóval aztán az elmúlt napokban bemutatták a kombit, és csak azért, hogy tovább borzolják itt az érdeklődést, bemutatták a kombinak ezt az SV Cross-ra keresztelt, terepesített, szerintem nagyon dögös változatát. Az ember el sem hiszi egyébként, hogy valójában egy Ladát lát. Úgy, aki nem tudná, a Lada a Nissan-Renault vagy Renault-Nissan csoport tagjaként dolgozik, tehát nem önállóan működik, hanem ennek a nagy koncernnek az egyik almárkája, és nagyon-nagyon ügyesen szépítik ezt a márkát. Azt gondolom, hogy most már végre, hogy megérkeztek ezek az autók is, végre van kínálat, és lehet olyan autót is találni itt a Ladánál, ami tényleg egy kicsit jobban beindítja az embert. Úgyhogy kicsit vegyük szemügyre a Vesta SV Cross-t. Lehető legrosszabb helyen állok egyébként, mert lehet, hogy el kell, hogy álljak, de akkor majd úgyis látni fogjátok. A Facebook követőket arra biztatom, hogy kommenteljetek, kérdezzetek. A YouTube-os megtekintőket pedig szintén üdvözlöm. Ez a Facebook videónknak a YouTube-os változata, úgyhogy azt is azért teszem ki, hogy ott is kérdezzetek, vagy írjatok véleményt. Szóval, Vesta, a kombi, ami ugye nem a cross, hanem a sima kombi, az 3,8 milliótól indul. Az, hogy ilyen crossosított autót kapjatok a kombiból, az további közel 450 ezer felárat igényel. Tehát ez a Vesta SV Cross, hogy volt? 4 millió 250 ezertől indul. Ez pedig a lux változat, a legjobban felszerelt változat, ez 4 millió 5 körül van. És gyorsan nézzük meg, jó? Szerintem egyébként tök jó a formája. Még a sima Vestához képest is feljebb van emelve. És rögtön látszik, hogy nem csak, hogy könnyűfém kerekekkel érkezik, ráadásul egész szép könnyűfém kerekekkel, hanem hátul is tárcsa fékjei vannak. Ami a sima Vestában ugye dobfék volt emlékeim szerint. Ugye kombi és szabadidő autós karakterekkel működik, mikrokapcsolóval nyílik. Hát ez nem így volt a sima Vestánál, ugye ott még kulccsal kellett nyitni. 480 liter a csomagtartó, és még arra is gondoltak, hogy tovább lehet ezt még bővíteni. Nagy a vidámság mögöttem, valakit nagyon nevedjenek. Szóval 480 literből indul, és tovább lehet bővíteni három szinten a csomagtartót. A hátsó ülések egész síkba dönthetőek. Pontosan kezd olyanná alakulni a Lada, mintha normális autókat gyártana. Mind a két oldalon van lehúzó fül. Azért ezt vegyük észre, ez nem mindenhol van így. És ilyen szépen csukódik. Egyébként ami az autónak a hajtásláncát és a motorizáltságát illeti, az változatlan. Továbbra is az olasz 1.6-os benzinmotor hajtja 105 lóerővel. Ez nem változott, és egyébként a hajtáslánc is ugyanaz, 5 fokozatú kézi váltó, vagy a robotizált váltó választható hozzá, amit én személy szerint kifejezetten gyűlölök. De ha ezt az ajtót megnézitek, ezt már a sima Vestánál is megdicsértem,
egészen élhető. Például ez a betét nagyon szép, ami apróság, hogy talán már ezek a műanyagok sem olyan bántóak, mert kicsit azért látszik, hogy olcsóbb a felhasználása, olcsóbb műanyagokat használtak. Nézzük meg, hogy hátul milyen az autó. Ugye a téli csomag, ami kemény 50 ezer forintba kerül, az hoz magával például, nézzétek, hátsó ülésfűtést. Plusz van itt egy USB csatlakozás, hogyha töltenéd a telefonot, és szélvédőfűtés is. Na hát azért, ha-hó emberek, hát vegyük már észre, hogy azért ez alakul, nem? Milyen a szag? Gyorsan körbe szimatolok. Hát nem bántó, mondjuk azt, hogy nem is finom, hát teljesen normális műanyag és ragasztó szag van az autóban, de nem bántó, azt azért szeretném hozzátenni. A karosszéria, ugye, mint mondtam, magasabbra van emelve. A sima kombinál is ugye magasabb nyilván a cross. A sima kombi is elérhető. Annak van egy kisebb felára a négyajtóshoz képest. Ennek a jól kinéző crossnak kicsit húzósabb a felára. Ez a 4 kilós plusz kerül rá, hogyha ilyen dekorelemekkel ellátott, meg ilyen huncutul terepesnek kinéző, vagy szabadidő autónak kinéző ladát szeretnél. 4,5, ez a nagy kérdés, kedves barátaim, úgyhogy erre várok tőletek választ. 4,5-ért ez a magasan felszerelt autó vajon jó-e? Multikormányt azt ugye látom, de azt például nem, hogy miért nem kapott bőrbevonatot ez a kormány. Annyit még elbírt volna, egy bőrözés az nem olyan drága szerintem. Viszont minden eleme egész normálisnak tűnik. Én hátulra most ide beültem. Hely kínálat tekintetében ez itt teljesen jó. Lábam is kényelmesen el van. Nincs ezzel gond. Ugye egyféle motor, egy darab benzinmotor, egy 1.6-os benzinmotor, 5 fokozatú váltó, vagy robotizált. Nagy kérdés, hogy meddig fogja és mire viszi ez. Az biztos, hogy a formával alapvetően nincs gond. Gyorsan még körbejárom egyszer. Ugye eddig azzal szenvedtek a ladások, hogy nem volt termékük. És nagyon nehéz volt úgy eladni, és egyébként elég sokat adtak el, hogy valójában a Vestán kívüli ladák azok tényleg nagyon kis bénácskák voltak. Viszont most van termék, úgyhogy nagy kérdés, hogy valamilyen szinten átrajzolja ez az új autó értékesítést, hogy most már nem csak sima szedán, hanem van kombi és rossz kivitelű Vesta is. Hát így néz ki ez, kedves barátaim. Nagy kérdőjel, vajon mi lesz ebből az autóból? Az biztos, hogy ránézésre az adottságai megvannak, és talán ebben a méretosztályban, meg ebben az árszegmensben, hát nem tudom, mi versenyképes lesz-e. Majd ti megmondjátok. Jó? Még egy apró stíluselem, ami nagyon tetszik, nézzétek! Úgy, mint a nagyoknál, szia Levente, úgy, mint a nagyoknál, cápauszony antenna, úgy, mint a nagyoknál, lebegő tetőelem. Hogy elegendő lehet-e az 1.6 benzin a mozgatásához, az a kérdés? Hát szerintem egyébként igen. Nem kell ezektől azért nagy csodát várni, itt igazából arra mennek rá szerintem, hogy a karbantarthatósága, meg a hétköznapi használhatósága az üzemeltetésre ne legyen olyan vészesen drága. Ez egy egyszerű szívómotor. Azt nem tudom, azt mondjátok meg, hogy előnye, hogy ez egy orosz motor, vagy jobb lett volna a más motorját beletenni. Ezt nem tudom eldönteni. Ezt itt mindig előnynek mondják, de ezt nem tudom megítélni. Szóval nem rossz ez, srácok. Örüljünk annak, hogy ez a márka tovább fejlődik. És nyilván továbbra is a legnagyobb versenytársa, mondjuk a Dacia kínálatából kerül ki. Fiat Tipo, Logan, MCV, így. Pontosan ezt akartam mondani, hogy hát azért szerintem lesz ebből eladás. Meg fogja ezt fogni az embereket, mert alapvetően a forma rendben van. Egy dögös színnel, ez oké. Az ár, igen.
azt meg a piac eldönti, hogy jól van árazva vagy sem. Ez tényleg nagyon nehéz most megítélni. De látszik, hogy beletettek mindent. Jó. Na srácok, tök jó, hogy itt voltatok ma is velem. Hello. Örülök, hogy... Tudom, hogy nem jó időben jelentkeztem be, ilyenkor senki nem Facebookozik, de a kint lesz a poszt, lehet alá kommentelni, és a YouTube-on is természetesen meg lesz. Köszi, hogy megnéztetek. Köszi, Lada Délpeste srácok. Köszi, Józsi, aki szóltál nekem. Jó fejek vagytok. Folytatjuk a történeteket. Jövő héten egy igazi szerelem lesz nálam. Alfa Giulia érkezik a Veloce kivitelben, és aztán már be van írva a naptárba XC40, XC60, X5, nem, bocsánat, X3, és 540 XD is, és még meg annyi más modell is érkezik, úgyhogy kövessétek a sámánt. Jó, hogy itt voltatok. Szavaztok. Aloha.